Még egyszer tisztelettel köszöntöm a sajtótájékoztató résztvevőit. Ajkát beteríti a korom és a pernye. Önök láthatják, ebben a kis tálban összegyűjtöttünk egy, hogy is mondjam, egy reggeli adagot, hogy minden éjszakát követően hogy néznek ki az ajkai közterületek, a lakások, a frissen mosott ruhák, gyerekkocsik, játszóterek. Ilyen pernye hullik mindegy másfél-két év volt a ajkára, és az illetékesek nem tesznek semmit. Miből adódik ez a probléma? Hát lényegében azzal van összefüggésben, hogy a Bakonyi erőmű tüzelő anyagot váltott, mintegy két év óta, és ennek a tüzelőanyagnak az összetétele olyan mértékben megváltozott, hogy a korábbi, mintegy 30% részarányt képviselő szén helyett biomasszát égetnek és tüzelnek, és még más anyagokat is felhasználnak. Ennek következtében olyan anyagokat vesznek át tüzelésre, amely nagyon nagy mennyiségben, nagyon nagy összetételben vizet tartalmaz. Mikor ez a nagy mennyiségű vizet tartalmazó anyag a kazántérbe kerül, akkor gőz keletkezik egy ilyen szárítási periódus első szakaszában, gőz keletkezik, és a gőz az olyan mértékben károsítaná az elektrofiltereket, mint az lenne a feladata, hogy megszűrje a levegőt és a különböző káros anyagokat leüllepítse és ne engedje a légtérbe, hogy ez a gőz tönkreteszi az elektrofiltereket, ezért az elektrofiltereket egyszerűen nem kapcsolják be. Hát hihetetlen, hogy a 21. században Magyarországon ma ilyen megtörténhet. A probléma nagyon nagy volt, és ezt az ajkán lakó emberek tömegei jelezték a különböző hatóságok felé. És országgyűlési képviselő Blíg Lajos is kérdést intézett az országgyűlésben a környezetvédelmi feladatokat ellátó miniszterhez. Azon a miniszter válasz az egy semmit gondoló válaszhoz, gyakorlatilag nem mentünk bele semmire. Hát ilyen előzmények után fordultunk mi magunk is a környezetvédelmi hatósághoz, kérve, hogy együtt vizsgálják meg ezt a jelenséget és tegyenek lépéseket a megoldás érdekében. Hadd mondjam önöknek, hogy ilyen rossz állapotban lévő környezetvédelmi hatóság elképesztő, hogy Magyarországon tud működni. Nem voltak tisztában ezzel a jelenséggel. Bizony egy kazán bekapcsolása után egy 20-30 percig nem működnek a filterek, és szabadon áramlik a szennyező anyag a légtérbe. Ezt tőlünk tudták meg, ezt az egyik levelükben el is ismerték. Végül is követeléseinkre hoztak két olyan intézkedést, amelyet most önöknek szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy bevezették az úgynevezett online környezetterhelés mérést, aminek az lenne a feladata, hogy folyamatosan mérje a környezet szennyezést. Másrészt az előbb említett példa hatására elrendelték, hogy a filtereknek már akkor is kell működni, amikor még csak a begyújtás folyamata zajlik. A gyakorlat ugye néhány hónap azóta eltelt, mióta ezt a hatóság elrendelte, a helyzet nem változott. Ugyanilyen mennyiségben pontja az erőmű a szennyező anyagokat, mint korábban. Talán azt lehetne mondani, hogy a jelentések megváltoztak, de maga a szennyezés az nem változott meg. A környezetvédelmi óta még egy lépést tett, a helyszíni ellenőrzéssel próbálta kontrollálni az erőmű által bevallott adatokat. Hát ennek az lett a vége, hogy az egyik intervallumban a környezetvédelmi hatóság négyszer nagyobb terhelést mért, mint amit a Bakonyi erőmű jelentett. Ebből mi arra következtetünk, hogy, és az a véleményünk, hogy ez úgy volt lehetséges, hogy az erőmű meghamisította az ezzel kapcsolatos folyamatot, más jelentett, mint ami a valóságban történt. Most itt tartunk ebben a pillanatban, és mi arra számítottunk, hogy majd csökkenni fog ez a feszültség, és javul a helyzet, azonban nem javult a helyzet. Ajka lakosai egy csoportot alakítottak a Facebookon, ahol tiltakoznak a környezetszennyezés ellen, tüntetéseket helyeztek kilátásba, és más módszereket is megpendítettek annak érdekében, hogy változzon a helyzet, és mi is most azért vagyunk itt, hogy felhívjuk az ország közvéleményét és az illetékesek figyelmét, hogy ez így nem mehet tovább, ezen változtatni szükséges. Köszönöm szépen polgármester úrnak, Fülöp Sándor, környezetvédelmi
ügyvédekként szólt a számítanához. Köszönöm szépen! Több mint 25 éve foglalkozunk környezetvédelmi, helyi közösségi környezetvédelmi ügyekkel, és talán ez az első olyan ügy, ahol, és ezért nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy erről az ország nyilvánossága értesülhet, ahol a közösség ilyen erővel állt a sarkára. 1377, értesültem most az egyik szervezőtől, tagja van annak a Facebook csoportnak, amelyik rendszeresen cserél információt, és ez egy nagyon fontos új elem, hogy a közösségi médiában rejlő erőt, hatalmat ilyen hatékonyan felhasználja egy jogaiban megsértett közösség. Ugye azt gondolhatnánk, hogy enélkül, hogy hát jó, most erre fújt a szél, és egy kicsit koszos lett az autón, meg a függönyön, meg a teraszon. De a Facebook csoporton kicserélik az információt, és látják, hogy ez az egész várost érinti. Vagy gondolhatják, hogy lehet, hogy az én gyerekem, hát bal szerencsések vagyunk, mert az én gyerekem asztmás, meg mindenféle légúti megbetegedések egyik betegségből a másikba. Igen ám, de olvasom a közösségbe, hogy itt és ott is több tucatnyi család küszködik ugyanezzel a problémával, amelyik megoldódik, hogyha átmennek egy másik helyre. Azt gondolnák, hogy hát véletlenül én láttam csak, hogy éjszaka többször elindítják a fűtést, ugye, hogy hát szűrés és mérés nélkül mehessen, mert úgy gondolják, hogy az jogszerű, nem jogszerű egyébként. De így a Facebook csoport megosztja egymással, hogy én is láttam, meg én is láttam, nem lehet többé letagadni. Tehát ez egy olyan erő, ami egy nagyon fontos, azt gondolom, hogy más közösségek számára is követendő példa lehet. Megvannak a jogi eszközei ennek a közösségnek, és nagyon fontos alapvető, hogy az önkormányzat ilyen mértékben a lakosság mellé állt, és együtt próbálják megoldani ezt a kérdést. Nem csak egy-két hónapig, vagy egy-két gesztus erejéig, hanem egy hosszabb távú intézkedési tervet ugye fogadott el a képviselőtestület, és ennek a végrehajtása folyik, minden lehetséges jogi eszközt megpróbálunk felhasználni. A büntetőjogtól kezdve ugye egy feljelentés nyomán a nyomozás el is indult, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatban az adatkezeléssel, illetőleg hát a alapos gyanú szerint hamis adatokkal kapcsolatban. A polgári jogi igény előkészítése, felmérése megkezdődött, illetőleg a közigazgatási eljárás számos eszközével élünk, az egységes környezethasználati engedély, energiaengedély, levegőtisztaságvédelmi, vízvédelmi, közlekedési, ugye a városutait olyan mértékben használják, ami nem biztos, hogy megfelel a jognak, természetvédelmi és egyéb más talajvédelmi jogi eszközök vannak, amit mind ki kell meríteni annak érdekében, hogy esélye legyen ennek a közösségnek, hogy ez az állapot megszűnjön. Még egy gondolatot, ha megengednek, akkor fog ez az állapot megnyugtatóan rendeződni, hogyha az erőmű, a hőerőmű működése teljesen átlátható lesz. Amíg az erőmű úgy gondolja, úgy gondolhatja, hogy titokban a nyilvánosság elől elzárva működhet, nem tudjuk, hogy milyen anyagokat éget el, milyen következménnyel, milyen kibocsátási értékekkel, milyen technológiával, addig a gazdasági érdekei mentén meg is fogja ezeket a dolgokat tenni. Mihelyest átlátható lesz, és ennek is megvannak a jogi eszközei, és azon leszünk, hogy a lakosság és az önkormányzat a lehető legteljesebb mértékben belelásson a hőerőmű működésébe, azt gondolom, hogy akkor megváltozhat a helyzet. Persze ez még nagyon sok mindentől függ, és nagyon sokat kell a lakosságnak és az önkormányzatnak küzdeni ezért. Köszönöm szépen! Azt szeretném kérdezni, hogy van-e kérdésük?
Tisztelt Uraim! A hozzászólásom első részében a jelenlegi helyzetről beszéltem. Nyilván kivezető utat is kellene mondani, hiszen a jelenlegi az olyan rossz, hogy ezt senki nem akarja, hogy ezt tovább folytatódjon. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi tulajdonosi struktúra, aki a Baponyi Erőművet tulajdonolja, az igazgatóság, a menedzsment és azok a berendezések és az a technológia, amit itt alkalmaznak, az nem alkalmas arra, hogy változás legyen. Ezzel nem lehet folytatni egy olyan munkát, aminek az eredménye az lesz, hogy ajkán szűnjön meg a környezet szennyezés. Ezért várjuk, hogy valami más is következik. Tudjuk, hogy egy befektető csoport érdeklődik a Baponyi Erőmű irány. Baponyi Erőművet el is kívánják adni a jelenlegi tulajdonosait, és mi is tájékozottunk erről a kérdésről, és biztató válaszok érkeztek attól a befektetői csoporttól, aki érdeklődik az erőmű irány. Megelőzött egy kérdés, kérem önöket, hogy ne fogassanak a kivételről, mert nem hatalmaztak fel, hogy erről beszéljen. De azt gondolom, hogy van remény arra, hogy itt néhány hónap múlva komoly változások legyenek, és én azt gondolom, hogy az önök segítségével akkor sikerül változást előidézni a mi városunkban. Köszönöm a figyelmünket. Köszönöm, még lenne egy kérdésem. Igen. Én meg a kérdezőről, hogy ő benyomegyed lányokról, hogy a láthatóságról beszélt az előbb. Milyen garanciát lát arra, hogy ez az előművezetése akár a jelenlegi, akár az új bármilyen szinten behemegy, hiszen ugye tárgyalósan voltak arra az önökkel, ez egy nagyon jó kérdés. Az a helyzet, hogy az összes környezetvédelmi jogszabályban, a egységes környezethasználati engedélyről szóló jogszabályban, a levegőtisztaságvédelmi jogszabályokban és nagyon sok más Orhuszi Egyezmény közösségi részvétel adatokhoz való hozzáférés. Tehát nagyon sok olyan nemzetközi, európai és hazai jogszabály van, amit mind ki lehet kényszeríteni, akkor is, hogyha az erőmű jobban szeretne inkább titokban működni. Ezeket nyilván pontról pontra szembesíteni kell ezekkel az erőművel. Ha nem megy önként, akkor hatósági határozatok, hatósági kötelező határozatok útján ki kell kényszeríteni a nyilvánosságot. Amíg nem lesz átlátható a működésük, a lakosság nem lehet teljesen nyugodt. Tehát az van néhány olyan példa Magyarországon, ahol legalábbis megállapodtak arról, nem működik sajnos. De például a Győrben megállapodott korábban egy olyan megállapodás, hogy egy lakossági csoport, amit a lakosok kijelölnek, havonta egyszer előzetes bejelentés nélkül fölkeresi az üzemet, megnézi, hogy a mérő berendezések működnek, a szűrő berendezés működik, és egyáltalán mi az, amit betáplálnak a folyamatba, és akkor mindenki megnyugszik. Ez fantasztikus dolog, hogy a lakosság nagyon sok helyen nagyon jól meg tudja magát szervezni. Vannak olyan mérnökök, tanárok, akik értenek hozzá, utána olvasnak az interneten, szakirodalomban, és igenis meg tudják ítélni, hogy megnyugtatóan jól működik az üzem, és akkor szépen hazamennek, és mindenki békességben tovább dolgozik és él. Tehát van ennek 21. századi civilizált módja, és bízom benne, hogy ezt ki is fogjuk tudni kényszeríteni, vagy lehet, hogy az új menedzsment ezt önként vállalni fogja. Na, nekem is három kérdés van, hogy úrhoz. Említett alapos vízintékokat. Egyet a polgármester említett, hogy nézes mérési adatok vagyunk át, akkor kínáltak. Van-e más vízinték? Ez egyik kérdés. A másik, hogy milyen bűncselekménnyel gyanújával itt mozgás is hol. Harmadik pedig, hogy kártérítési pert indítanak, annak ki lesz kedvezményezett, mondjuk a lakossági vitelhálózásról beszélünk, hogy az önkormányzat indítja a kártérítés, tehát a lakosság lesz annak a esetlegesen ennyire összenik a kedvezményezett ebben a kérdésen. Ezek fontos dolgok. A büntető eljárásról, ami ugye annyit tudunk, hogy elindult a nyomozás. Tehát nyilván jogászok nem mondhatják azt, hogy ez a bűncselekmény megtörtént, hiszen az majd akkor lesz kimondható, hogyha egy bíróság jogerősen megállapítja. Mindenesetre a nyomozás egyrészt a veszélyes hulladékokkal, veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban indult.
Én a magam részéről azt hiszem, hogy az ügy közigazgatási iratainak a fontos részét, jelentős részét, túlnyomó részét ismerem. Nem látok olyan hulladékgazdálkodási engedélyt, ami ezt jogszerűvé tenné. Tehát itt van egy gyanú. Nincs bizonyosság. Ugyanígy az egy hatósági határozaton alapul, a bírságoló határozatot mi is megkaptuk, az ügyfeleim megkapták. Tehát le van írva fehéren feketén, hogy a lakossági panaszok nyomán, ugye amik számosak, polgármester úr elmondta, a környezetvédelmi hatóság végül is szakértőit, a saját szakértőit kiküldte, azok párhuzamos mérést folytattak az üzem kibocsátásáról, és hát négyszer annyi szállópor. Ugye szállópornak hívják, de ez valójában ilyen koromszemcsék, amik azért így a tüdőnek elég veszélyesek, mert megtelepszik rajta mindenféle más szennyezőanyag, meg kórokozó, tehát ez nem játék egyáltalán. Tehát hatósági mérés van róla, hogy jóval több volt, mint amit lejelentettek, és ugye ezért kapta az üzem a bírságot. És van egy harmadik ügy is így a feljelentésben, hogy tulajdonképpen, hát ez egy érdekes dolog, és nem akarok nagyon bonyolultan jogászkodni, 120 nap, nem biztos, hogy jól van ez így, de hát a környezetvédelmi jogszabályokat sem mindig a környezetvédők írják, minden esetre 120 nap, bocsánat, 120 óra, köszönöm szépen, a 120 óra határérték túllépés megengedett egy ilyen üzemnek. Ehhez képest ott van két üzem, amelyiket gyakorlatilag egy üzemeltető tart fönt, és a két üzem együtt már jóval több, mint 120 órát lépett túl. Mi ebben turpisságot sejtünk, a nyomozás el fogja dönteni, hogy mi az igazság. Ami a polgári ügyet illeti, ez a terveink és a önkormányzattal történő megbeszélés alapján úgynevezett próbaper lenne. Tehát néhány károsult indítja előzetesen, ugye a bizonyítékokat beszerzik. Nem biztos, hogy el kell menni bíróságért. Ha fehéren feketén megvannak a megfelelő szakértői adatok ingatlan értékben, vagy egyéb károkban, életvitelben mutatkozó károkban, és a szennyező, a károkozó hajlandónak mutatkozik a megállapodásra, akkor peren kívül is ez befejeződhet. Amennyiben perre kerül sor, és a bíróság eldönti, hogy igen, a kár jelentős és összegszerűen, százalékszerűen meghatározható, akkor ugye ezt se lehet előre kimondani, ezt nem, senki nem vállalja előre, hogy ennek mi lesz a vége, de minden esetben van egy ilyen lehetőség, akkor fennáll annak a lehetősége, hogy az összes károsult benyújtsa a számlát, ami megroppantó erejű lehet anyagi szempontból. Csak az, hogy melyik előrokításáimhoz azt tudjuk? A Veszprém. Köszönöm szépen, van egy kérdés. Említette a polgármester úr, hogy egy befektető érdeklődik az erőm iránt. Arra nem gondolt az önkormányzat, hogy maga is beszállna a tulajdon, miután ugye egy nagy felhasználója az ő hőenergia. Jó, és amit ön felvett, hogy ez azért lehetne, ugye a városnak a fűtését ebből az erőműből látják el, ugye 7500 lakásnak a fűtése történik innen. Logikusnak tűnik, hát ugye ez pénz kérdése, tehát persze én magam is befektetési szakember lévén el tudnám azt képzelni, hogy az önkormányzat mint fogyasztó lép ebbe a társaságba, de a befektetőkkel való tárgyaláson világossá vált előttem, hogy nekik más a koncepciójuk, mint hogy erre egy lehetőséget adnának. De köszönöm az észrevételt, még bizonyára találkozunk a befektetőkkel. Köszönöm.
Köszönöm szépen, ha nincs több kérdés, akkor megköszönöm a részvételüket és a sajtóban.